És ahogy tegnap már debütáltunk, így van, itt a Szigorlatban, köszöntjük mai napon kedden reggel Hajnal Miklóst. Jó reggelt, Momentum részéről, jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta. Jó reggelt, és ma reggeli vendégkérdezőnk pedig Kós András, azonnali.hu főszerkesztője, neked is jó reggelt. Kezdjél! Én kezdjek? Te kezdjél! Jó, akkor én először az ön pártelnöki bejelentkező szövegével kezdeném. Kettő dologra. Egyrészt azt mondta, hogy a Momentum irányt mutathat majd az új ellenzéki parlamenti politizálásnak. Erre mit gondolt, vagy konkrétan? Mert egyelőre azért azt láttuk, hogy kicsit ez a, hát be is megyünk, nem is megyünk be, igazából esküt teszünk, nem teszünk, egy szégyelve tesszük le az esküt, tehát mi, ez az új irány, vagy mi az új irány szerint? Szerintem egyébként ezt a Momentumnak ezt a elmúlt egy hónapos mozgását joggal éri kritika, azzal kapcsolatban, hogy mondjuk az esküvel kapcsolatban nem kommunikáltunk tisztán és egyértelműen. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy amiben felelősségünk van, az az, hogy elkezdjünk ne csak a parlamenten belüli keretekben politizálni. Hozok erre önnek egy példát, ezt még nem láthatta, mert ezt kevésbé közvetítették a hírekben, de tegnap is parlamenti ülés volt. Többek között vitatkoztunk a Fudan Egyetemről, illetve az álláskeresési támogatásról, amelyet ugye meghosszabbít ránk, és egy népszavazás, vagy akár egy törvénymódosító keretében is elérhetnénk ezt. És én azon a vitán úgy volt a sorrend, hogy nekem kellett felszólalni, de úgy döntöttem, hogy a felszólásom után rögtön kijövök a vitáról, mert közben a 12. kerületben, az én választókerületemben leomlott egy fal a Böszörményi útra. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem minden politikusnak, akár egyéni választókerületben választották meg, akár nem, hogy a parlament falain kívül is politizáljunk, a parlament falain kívül is lépjünk fel az emberek képviseletében, és ha ez éppen azt jelenti, hogy legyen egy ember, aki oda tud menni beszélni a rendőrkapitánnyal, és megírni és tájékoztatni az embereket arról, hogy mi történik éppen, akkor csinálja ezt a képviselő, és legyen ő az, aki első kézből. Mondjuk ez elég magától értetődőnek tűnik. Igen. Nem? Szerintem hát, hogy... is magától értetődő, de szerintem előrébb kell lépnünk a képviseletben, és néha előrébb kell priorizálni bizonyos dolgokat, akár a parlamenti felszólásoknál és vitáknál is. És szerintem ez abszolút előrébb való, és még sok ilyen ügy lehet az országban, ami előrébb való, és én abban bízom, hogy az összes képviselő ezekre a parlamenten kívüli dolgokra is fokozott. Igen, egyébként ez valóban egy megszokott forgatókönyv, Emilia jól fogalmaz, hogy amikor valahol helyzet van, probléma van, vagy drámai helyzet alakul ki, akkor oda kell menni a megfelelő emberek. Aztán mondjuk el a nézőinknek, hogy arról van szó, hogy a Böszörményi úton volt egy épület, amit elkezdtek bontani, és annak az épületnek a felső két emelete ugye összeomlott teljesen váratlanul. Beszéljünk azonban arról, amit ugye András itt elkezdett feszegetni az első kérdésével, hogy hogyan tovább politika, ugye, mert mi is említettük Emiliával azt, hogy Orbán Viktor megkezdte ugye az ötödik ciklusát a parlamentben, tetszik, nem tetszik, lehet, hogy ez vérmérséklet kérdése, lehet, hogy ez választópolgároknak az elvárása, hogy akit megszavaztak, legyen ott. Az, hogy valaki nem elszavaz, talán még el lehet fogadni, de hogyha kivonulnak a parlamentből, lehet, hogy ez kevésbé. A Momentum hogyan folytatja a politizálás, miközben nemet mondtak Orbán Viktor kormányára? Nemet mondtunk rá, mivel azt gondoljuk, hogy ennél egy sokkal jobb kormány is lehetne, és egy sokkal jobb kormányt is össze tudott volna akár Orbán Viktor is állítani. A szándék úgy tűnik, hogy hiányzott a részéről. Gondolok itt arra akár, hogy nincsen se környezetvédelmi miniszter, se oktatási miniszter, se egészségügyi miniszter, de ha már szóba kerültek a családokért felelős miniszter sincsen az új kormányban, pedig egyébként az előzőben volt. Szóval én mindenképpen azt gondolom, hogy e tekintetben ez egy hátralépés. De hogyha önök kormányoztak volna, akkor minden egyes fontos területnek, amit most említett, lett volna külön tárcája és minisztere? Én azt gondolom, hogy ezeknek a területeknek a nagy részének kell, hogy legyen önálló minisztériuma, igen. Nem minden a minisztérium, tehát persze egybe lehet vonni területeket, nem azt állítom, hogy itt 25 vagy 30 féle különböző minisztérium kellene, de az igenis sokat mondó és árulkodó, ugyanúgy, hogyha egy 40 perces beszédben nem kerül szóba a tanároknak a bére, ugyanúgy árulkodó az, hogyha 15 minisztériumból rengeteg foglalkozik építkezésekkel, rengeteg foglalkozik gazdálkodással, de egy sem foglalkozik az emberekkel. És ebben szerintünk változtatni kéne.
abban, hogy mit lehetne másképp csinálni a parlamentben, én abban hiszek, hogy meg kell nézni a korábbi gyakorlatokat is, és egyébként, amit a Fidesz csinált, amikor a Fidesz ellenzékben volt, és nem csak, hogy kivonultak a parlamentből, de például falu parlamenteket szerveztek, és gyakorlatilag közösségi életet szerveztek a parlament falain kívül, szerintem erre azért, mint jó gyakorlat, érdemes építeni. Még visszatérnék arra, amit a pártelnöki bejelentkező szövegében említett, hogy le kell vonni a vereség tanulságait. Na most ugye azért az elmúlt két hónapban itt nem találkoztunk még szerintem olyan ellenzéki politikusok, aki erről beszélt volna. Most ön konkrétan mire gondol erre? És csak annyit tennék még hozzá, hogy én beszéltem múlt héten egy ellenzéki pártvezetővel, aki azt mondta, hogy nem tud olyan ellenzéki pártról, aki az elmúlt hetekben megrendelt volna egy olyan mondjuk nagymintás közvéleménykutatást, egy fókuszcsoportos vizsgálatot, bármi olyan kutatást, ami ennek a vereségnek az okait elemezte volna. Tehát így hogyan tudják levonni a következtetéseket? Egyébként részben választási adatokból, részben egyébként szerintem igenis rendelnek meg a pártok ilyen kutatásokat. Önöknek van ilyen kutatása? Most azt nem tudom fejből megmondani, hogy milyen kérdésekre vonatkozó közleménykutatásaink vannak, mert én nem követem ezeket napi szinten, de én biztos vagyok benne, hogy mi is rendelünk meg ilyet, igen. És ezt vagy megtettük már áprilisban, vagy meg fogjuk most májusban tenni, ahogy a költségvetésünk engedi. Ez nyilván a Momentum esetében kevesebb lehetőségünk volt erre, mert nem mi voltunk, és nem mi vagyunk itt sem a legjobban anyagilag ellátott pár, de én ezt egyébként egy fontos dolognak tartom. A következtetések terén egyébként szerintem nagyon sok minden elhangzott már, és nagyon sok különböző megfejtés volt. Én, amivel a leginkább azonosulni tudok, és ami a legtanulságosabb számomra, ez egyébként az, amit szociológusok mondanak, például Kovács Imrék, akik arról beszélnek, hogy gyakorlatilag azokat a helyben integrált szereplőket nem tudja megszólítani az ellenzék, és nincsen beágyazva azokba a közösségekbe, ahova a Fidesz nem politikailag van feltétlenül direktbe bekötve, és nem csak kampányeseményeken keresztül ér el, hanem megvan egy személyi kapcsolat. És az egész ellenzék számára szerintem ez a legfontosabb kérdés a jövőben, ha újjá akarunk építkezni, hogy képesek leszünk ennek a kapcsolatnak a megteremtésére. Ön, mint pártelnök jelölt, milyen ígéretet tud letenni az asztalra, amiért cserébe érdemes lenne a pártársainak önt megválasztani? Egy másik közelünk kutatás fényében, ami ugye tegnap látott napvilágot az Elvesz Research részéről, hogy más ellenzéki pártokhoz hasonlóan a Momentum is önállóan a bejutási küszöb határán billeg 5%-on áll. Igen, más mérések szerint pedig egyébként az ellenzéken belül mi vagyunk az egyik legerősebb párt. Tehát a medián is 5%-ra mérte pont, és a Mi Hazánk a legerősebb ellenzéki párt, úgyhogy nem tudom, milyen adatokkal találkozott, de mi ezekkel? Az AVC-t is, meg a mediánét is láttam, azért én azt gondolom, hogy itt most kevésbé a közvéleménykutatás a lényeg, és fontosabb az építkezés. Amit én ígérni tudok, itt nagyon sokszor hoztak különböző hajós meg kapitányos hasonlatokat az elmúlt hónapokban különböző politikusok. Szerintem most kevésbé kapitányra van szükség az ellenzéki oldalon, és kevésbé arra van szükség, hogy valaki rögtön megmondja, hogy merre kell menni, hogy melyik a következő kikötő, hanem arra van szükség, hogy egyáltalán kezdjük el újra hajót építeni. Mert szerintem az ellenzéki hajó, amiben mindannyian nevezünk, az látványosan nem elég nagy, nem elég erős, és nem áll készen arra az útra, amit egyébként be kellene járni. Érdekes, hogy még az ellenzékről beszélnem, a Momentumról. És azt gondolom, hogy a Momentumnak meghatározó szerepe van az ellenzékben, és felelősségünk is van abban, hogy nyilván a Momentum élén járjon egy ilyen folyamatnak, de én nem gondolom azt, hogy a mi felelősségünk az véget érne csak a saját pártközösségünkkel. Nyilvánvalóan a Momentum az ugyanannak a közel 2 millió választónak a felhatalmazásából is dolgozik a parlamentben, mint más ellenzéki pártok, és én azt gondolom, hogy nekik is, és még egy ennél tágabb közösségnek is felelősséggel tartozunk. De ezt az építkezést, ezt hogy gondolja? Tehát, hogy önök, mint ellenzéki pártok ezt összehangolják, vagy azért mégiscsak a politika természete, hogy mindenki szeretne növekedni, akár a másik kárára is, ne legyünk naivak, ez is egy lehetőség. Tehát, és akkor itt felmerül az is, hogy ugye többen ellenzéki politikus beszél arról, hogy ez a fajta pártszerkezet 2026-ig biztosan nem maradhat így. Igen, én azt gondolom, hogy itt most egy időhorizontot kell néznünk, és hogyha 2026-ig nézünk, akkor addig még lesz több választás is. Lesz egy önkormányzati választás, és lesz egy európai parlamenti választás. És ez a kettő választás
abból a szempontból gyökeresen eltér, hogy az egyik az egy olyan választási rendszer, amelyet nagyon szívesen látnánk Magyarországon, és amely bőven megengedi magának azt akár pártok közötti versenyt is, amiről ön is beszélt, és ebből az ellenzéknek szerintem nem származhat hátránya, és nem fog hátránya származni. Az önkormányzati választáson viszont egyértelmű, hogy közösen kell indulnia majd az ellenzéknek, szerintem ez nem kérdés. Azért, mert igazából nagyon hasonló a választási rendszer az országgyűlésihez, és azért, mert az önkormányzatokban már most is közösen kormányzunk, tehát szerintem ezt a fajta felelősséget és ezt a fajta munkát folytatni kell azokon a településeken, ahol már elkezdődött, és én nagyon bízom benne, hogy ennél egyébként több településen is sikereket tudunk elérni. Igen, de ön szerint az ellenzéki választópolgárok még hisznek abban, hogy az ellenzék képes összefogni, és az összefogás az valódi? Szerintem nagyon sok csalódást okozott a választások utáni pár nap ebből a szempontból, és természetesen vannak viták pártok között, én azt tartom normálisnak, hogy legyenek viták, is viták. Hiszen az elmúlt hetekben a választások óta egymást tekézték, amennyire csak lehet. És egy csomó helyen ugye a helyi ellenzéki koalíciók is szétestek. És szerintem ebben egyébként mondjuk egy pártvezetőnek van felelőssége, hogy ezeket a koalíciókat megpróbáljuk egyben tartani, és ezek a koalíciók eredményeket tegyenek le az asztalra, és szerintem nyilván van pár olyan példa, amelyet ki lehet szemezgetni egyesével, és mondjuk Eger gyakran felszokták hozni, mint elrettentő példa. Ez azt gondolom, hogy sokszor helyben is múlik azon, hogy milyen politikusok dolgoznak ott. Amit mi tudunk csinálni, az, hogy igyekszünk megkeresni azokat a modelleket, amik viszont jól működnek, és ahol jól tudnak együtt dolgozni, akár más-más pártoknak a képviselői politikusai, mert szerintem egyébként az ország szempontjából is előremutatóbb lenne, hogyha ezt mutatnánk inkább meg. És ebből a szempontból én azért azt látom, hogy a momentumos önkormányzatok például, csak hogy egy kicsit hazabeszéljek, ebből a szempontból jól teljesítenek, hogyha én megnézem akár azt, hogy Újpesten, Terézvárosban, Józsefvárosban, itt Budapesten hogyan tudunk együtt dolgozni, akár például, ha Baja példáját veszem. Szóval én azt gondolom, hogy itt vannak jó és nyilván rosszabb példák. Egy picit térjünk vissza a népszavazás kérdésére, amivel indítottuk a beszélgetést, hogy a parlamentben elkezdődött a népszavazásról szóló vita, és itt ön úgy fogalmazott, hogy nem érdemes 13 milliárd forintot elkölteni ennek a népszavazásnak a megtartására, mert hogy az aláírásokból látszik, hogy mi lehet a választói akarat. Hát ezt azért ugye nem tudjuk, mert nyilván jóval többen mennének el szavazni, mint hányan aláírták az íveket. Viszont nagyon érdekes, hogy Baranyi Krisztina, amikor nem csak ön, hanem már korábban más ellenzékiek is javasolták, hogy ne legyen megtartva ez a népszavazás, úgy fogalmazott, idézek tőle, hogy feltartott kezekkel nagyon nehéz lábon lőni magunkat, néhány ellenzéki barátomnak és szövetségesemnek úgy tűnik mégis sikerülhet ez a bravúr, mert hogy szerinte ezzel csak azt fejezik ki, hogy félnek ettől a népszavazástól, miközben olyan eszközöket adna az ellenzék kezébe, amiről most is beszélt, hogy tematizálni kell a nyilvánosságot, vidékre menni, témákat felhozni. Lehet, hogy igaza van Baranyi Krisztinának? És bele kellene beállni? Én nem félek a népszavazástól, és egyébként mi bele fogunk állni. Én jobbnak tartanám azt, és felelősebbnek tartanám azt a kormány részéről a jelenlegi helyzetben, hogyha egyszerűen csak megszavazná azt a közös előterjesztést egyébként, amit szerintem, most nem tudom felsorolni, de szerintem minden ellenzéki képviselő, vagy minden ellenzéki pártnak valamelyik képviselője jegyez. Tehát ez egy közös javaslat volt az ellenzék részéről, és én azt gondolom, hogy van abban felelősségünk, hogy egy olyan kérdésben, amiben egyébként a magyaroknak a kétharmada nem a kormány oldalán, hanem a mi oldalunkon áll, abban minél hamarabb meghalljuk a nép hangját, és így döntsünk. Nyilvánvalóan, ha ezt nem fogadja el a mostani parlament, akkor népszavazásra kerül sor, és ebben a népszavazásban a Momentum teljes válszélességgel kifog állni. Réka egyébként azt mondja, hogy ez az utolsó, amit támogatnak, mert a szabályok miatt gyakorlatilag érvényesre, eredményesre kihozni egy népszavazást nem lehet. Én ilyet nem mondtam. Nem ön, a DK. A DK mondott ilyet? Én azt gondolom, hogy nem lehet kizárni semmilyen eszközt, és nem érdemes semmilyen eszközt se kizárni, a népszavazás eszközét sem. Eddig ugye kétszer álltak fel napi rendelőt a kormányt bírálni a parlamentbe, kettőször kapták meg azt, hogy önök mondták azt, hogy most légkoalíció, hogy soha nem állnak össze Gyurcsány Ferenccel, soha nem állnak össze a DK-val, stb. Láthatóan ez lesz a Fidesz stratégiája önökkel szemben a parlamenten belül. Erre lesz valamilyen mondásuk? Hát felállt velünk szemben a papagájkommandó. Nem tudom, hogy 4 évig ezt tervezik-e mondani, akkor mit csinálunk egy összeállítást abból, hogy mennyi fontos kérdésen nem adnak választ az államtitkárok.
Nyilván lesz egy politikai kommunikációs stratégia, meg egy válasz. Én amit fontosabbnak tartnék egy értékalapon, az az, hogy egy államtitkár az viselkedjen államtitkárként. Ő elvileg azért van ott, a minisztereket helyettesíti. A miniszter a szó eredeti értelmében szolgát jelent, az országnak a szolgája. Ez minden csak nem szolgálat. Amit ők ott csinálnak, hogy politikai paneleket puffogtatnak, mintha ez a Fidesz és az ellenzék közötti harcmező lenne, miközben mi azért vagyunk ott, hogy mégiscsak azért a kormánynak tegyünk fel kérdéseket, ez nem járja, de meg lesz el megfelelő politikai kommunikáció. Még egy gyors kérdés, és talán válasz is belefér. Drukkolnak-e Márki-Zay Péternek annak függvényében, amit a Jobbik említett, hogy Márki-Zay Péter politikai, ezt most idézem, politikai amatőrizmusának eredményét április 3-án láthattuk. Hát ugye ez sem egy pozitív kicsengésű álláspont vélemény. Ugye arra utalunk, hogy Márki-Zay Péter most elhatározta nagyon, hogy új pártot alapít. Lehet arra számítani ön szerint, hogy ilyen párton belüli elvándorlás kezdődik, és akkor sokan belépnek majd ebbe az új pártba? Én ilyesmire nem számítok, és egyébként én nem láttam semmilyen olyan elemzést, ami azt hozta volna ki, hogy plusz egy pártra van szükség az ellenzéki oldalon. Tehát ellenkezőjét azt abszolút hallottam, meg a és már Donát Anna is szükség egyébként van? Szerintem megfogalmazott ilyen gondolatokat. Sőt, ő azt mondta, hogy csökkenteni kell. Így, igaz. Mikor lesz a tisztújítás? Május végén lesz várható. És lesz még vetélytársa az elnöki pozíciója. Én ebben biztos vagyok. Köszönjük szépen, és Bósa Andrásnak is köszönjük. Köszönjük, András.